A bábolnai gazdanapokon talajszelvény bemutatóra is sor került. Mit tudunk kiolvasni a talajból? A talajból nagyon sok mindent ki tudunk olvasni, és szerencsére az elmúlt pár évben ezt egyre több rendezvényen láthatjuk is, mint kiemelt programpontot. Itt ennek a szelvénynek a különlegessége az, hogy ez nagyon-nagyon hosszú. Úgyhogy nem egy szelvényt mutatunk be, hanem gyakorlatilag egy teljes keresztmetszetét, egy talajtani keresztmetszetét egy tábla alsó kis pontjának. És hogy ez miért lesz annyira fontos, mert pont itt állunk a közepén, és ha elnézünk arra, akkor tökéletesen látszik, hogy a kukorica szépen itt megnő, majd a szelvény vége felé meg lealacsonyodik mindkét irányba. Az esetek jelentős részében a gazda nem ezt várná, hanem azt gondolná, hogy itt a magas részen itt szárazabb lesz, a szélekre viszont odafolyik majd a víz, ezért egy ilyen kontinentális nyáron, mint ami nekünk van, azok sokkal termésbiztosabbak. Viszont, hogyha ránézünk erre a szelvényre, hát itt egy magyar embernek el kell érzékenyülni. Gyönyörű, mély csernozyommal van dolgunk, ami nem a legmélyebb az országban, ennél vannak azért mélyebbek is, de 60 centig tökéletesen, egységesen humuszos A-szintje van, és onnan kezd átmenni 60-80 centitől lefelé az úgynevezett B-szint, amikor elkezd szépen kivilágosodni. Tehát csökken a humusztartalom. És ez nem csak a humusztartalom, hanem kicsit közelebb hajolnánk, gyönyörűen látszik rajta, hogy 40 centitől olyan biogén szerkezete van, az egészet a giliszták járatai építik fel, látszik, ahogy itt ez a mészfelhalmozódási szintbe belekeveredik a humuszos A-szint anyaga a giliszta járatoknak, meg a gyökérjáratoknak az eredményeképpen, és ez nem csak azért fontos, mert jelzi, hogy nagyon jó biológiai élet van benne, hanem ez nagyon jó vízgazdálkodási szerkezet. Átjöttünk a másik szelvényhez, illetve a szelvénynek a végéhez. Igen, tehát itt, hogyha belenézünk itt a kukorica vonalában, amit majd biztos látható a képeken is, itt van az az alacsony. Miért van alacsony? Látszik rajta, hogy 40 cm mélyen tökéletesen egyenes vonalban elvágódik. Tehát itt gyakorlatilag már leerodálódott az a szép humuszos A-szint. A művelési mélység az 40 centig bemegy, és már belemar ebbe a mészfelhalmozódási szintbe, homogenizálja a feltalajt, ami azért is gond, mert bekeveri ezt a 10-15% méz tartalommal rendelkező anyagot a feltalajba, ami emeli a pH-t. Tehát itt sekélyebben kellene művelnünk, mint ott azon a dombos részen? Hát itt egyértelműen, tehát arra kell figyelni, ne higítsuk fel a humuszos A-szintünket, de belekeverjük azt, ami alatta van, azzal soha nem leszünk jó. Tehát, hogyha az ember látja ezt a sokféleséget a tábláján belül, egy hozam térképen látszanak, az NDVI-on látszanak a foltok, csak az okok nincsenek hozzárendelve, mert azt nem tudjuk, mert pro és kontra ugyanazt a dolgot sokféle dologgal lehet magyarázni. Az, hogy valaki nincs jól, annak ezerféle betegség lehet az oka. Ugye a növénynek is. Mi a megoldás akkor? A megoldás mindenképpen az kellene, hogy legyen, hogy egy picit visszahozzuk a mai mezőgazdaságba a talajtant, és ezt a precíziós talajtérképezést. Tehát azok a gazdák, akik tényleg nagyon-nagyon sok energiát és pénzt nagyon okosan fektetnek bele a precíziós eszközökbe, egy precíziós öntözőberendezés mi pénz, ugye 100 hektárra. Tehát, és ehhez képest egy pár millió forintos talajtérképezés, ami nem arra az egyébre, hanem a tábla összes tulajdonságára jó, és minden évben az adott időjárási viszonyoknak vagy agrotechnikának megfelelően már okszerűen tud gondolkodni a gazda, mert ismeri a talaját, nem kell, hogy a talajtant megtanulja, csak a saját tábláját tanulja meg. Okosan gondolkodva, logikusan, akkor ezt kell tennem, mert itt az adottságok ilyenek.